Sátorolja Újhelyből, akinek kedve volt, akár gumikerekes kisvasúttal is kilátogathatott Rudabányácskára, a hagyományőrzők napjára. A Szép Bánya Egyesület 7. alkalommal szervezte meg a programot, melynek keretében Demkó István, görögkatolikus parókus megáldotta az új kenyeret. Megáldatik és megszenteltetik ezen új kenyér a Szent Lélek malasztja a szentelt vízzel való meghintés által, Atyának és Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Sátoraljó Újhely polgármestere a rendezvény megnyitóján gratulált a szervezőknek és hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a rudabányácskiak saját szabadidejüket feláldozva dolgoznak településükért és annak népszerűsítésért, valamint őrzik a hagyományokat. Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik ezt lehetővé teszik, tehát a Szébánya Egyesületnek, azoknak az aktivistáknak, segítőknek, akik ezeket a programokat előkészítették, a sátrakat felállították, megfőzték az ételeket, megsütötték azt, amit kell, süteményt, vagy éppen mást. Nem kis dolog ez. Tehát ezt, azt tudja igazán, aki már ilyen szervezésben benne volt, hogy mekkora munka van mögötte. A gasztronómiai udvarban gőzönfőtt gombóc, lepcsánka, gulyás, sztrapocska, birka és vadpörkölt készült. A gyerekeket ugrálóvár, íjászat és lovaglás várta. A színpadon pedig zenés-táncos produkciók váltották egymást. A hagyományos programokon túl mindig valami újítást megpróbálunk belevinni ezekbe a programokba. Úgyhogy megvannak azok, amelyek már több év óta sikeresnek mondható, de mindig egy kis újítás is belemegyen ezekbe a szervezett programokba. Ez úgy, hogy nem csak innen a környékről, hanem messzebbről is meghívunk előadókat, meghívunk olyan csoportokat, amelyek szeretnének, sőt nem is annyira mi hívjuk meg, hanem ajánlkoznak, hogy szeretnének fellépni, tehát ezzel támogatjuk is ezeket a csoportokat, hogy lehetőséget adunk neki. De eddig azért úgy mondom, pontosan a sikeressége a rendezvénynek az, hogy ezek a csoportok nem vallottak szégyent, és mindenki jól járt, hogy felléptek. A településrész önkormányzatának vezetője szerint is szükség van egy olyan csapatra, mely összefogja a Bányácskán élőket, és a különböző programok szervezésével próbálja bemutatni a település értékeit. Összetartják az itteni közösséget, rengeteg programot csinálnak. A következő program a lekvárfőzés, lesz széva lekvárfőzés, idősek napja, amit együtt csinál a részönkormányzat és a hagyományőrzők. Tehát szoros szálakkal kapcsolódunk az egész egyesülethez, illetve a maga település részhez. A hagyományőrzők napja a Szép Bánya Egyesület egyik legnagyobb programja, azonban az évben nem az utolsó volt. A civil szervezet tagjai szélva lekvárt főznek még közösen, kirándulást, illetve gyümölcs és borversenyt terveznek, de közösen ünneplik majd meg, legfőképpen a gyerekeknek kedvezve, a Mikulást.